Nagy László Bőcs polgármestere vagyok. Hát a szokásos helyen állunk most is árvíz idején. A két bőcsöt, külső és belső bőcsöt, szinte a legkisebb árvíz is ketté vágja. Így történt ez most is, és hát plusz feladatokat okoz, ad mindig ez az árvíz nekünk, hisz meg kell oldanunk a két község részben lakóknak az utazását, tehát hogy mindennapjaik úgy teljenek, úgy tudják megélni, mintha nem lenne árvíz. Ez költségbe kerül, de ezt vállaltuk. És hogyan oldják meg? Hogyan oldják? Hát amíg lehetséges, traktor járattal, utána pedig, amikor már a nagyobb buszunk is át tud menni, akkor pedig azzal oldjuk meg, főleg ugye a diákoknak az utazását.